Szerettem a lovakat. A gyerekektől a felnőttekig szinte minden látogatót a lovak szeretete vonzott ki a vágtára. Kislányom imádja a lovakat. Először vagyunk lovas egyébként. Szeretjük a lovakat, és kíváncsiak vagyunk rá, hogy itt ez Vajdaságban hogy működik. Az embereket nem zavar a nap se. Látszik egy kicsit a magyarok összetartás ebben az egész műsorban, programban. A trópusi hőség ellenére is több ezren érkeztek el ide Zobnaticára, hogy végignézzék a vajdasági vágtát, a nemzeti vágta vajdasági előfutamát. A legtöbben behúzódtak a hűvösbe, viszont nagyon sokan vannak a nyitott lelátókon is. Napernyőkkel, illetve kalapokkal védekeznek a hőség ellen. A futamoknak, illetve az egész rendezvénynek csak nyertesei vannak, hangzott el az ünnepélyes megnyitón. Az eseményen hagyományt kívánnak teremteni. Abban reménykedem, hogy ma egy hagyományt indítunk el. Abban reménykedem, hogy ez a rendezvény felsorakozik a Gyöngyös Bokréta, a Durindó, az amatőr színjátszók találkozójának sorába, nem mint művészeti mutatvány, vagy talán úgy, mint egy másfajta művészeti mutatvány, mert hogy ez is az önazonosság tudatnak és ápolásnak a része. Büszke vagyok arra, hogy a vajdasági magyar közösség merített önmagából annyi erőt, hogy ezt a rendezvényt meg tudta szervezni. A futamok résztvevői díszes öltözékben vonultak fel a közönség előtt, és letették a vágta fogadalmát. Én, Székely Tibor, fogadom. A rendezvénnyel tisztelgünk őseink előtt. A vágta egyszerre nemes verseny és tisztelgős őseink előtt, tisztelgés azok előtt a magyar lovas katonák, huszárok előtt, akik vitézségükkel világhírűvé tették a magyar könnyű lovasságot, és megajándékozták a huszárszóval a világ szinte összes nyelvét. Ősi lovas nemzetként az esemény lehetőséget kínál, hogy felelevenítsük feledésbe merült szokásainkat, hagyományainkat. Mit is jelent a vágta? Az ember és a ló kölcsönös tiszteletét. A ló és az ember már évezredek óta kötődnek egymáshoz. Nincs a Földön még egy olyan élőlény, akinek annyit köszönhet az ember, mint egy csodálatos négylábú társának. A lovak 1300 métert vágtáznak. Az előfutamokat követően a 19 órakor kezdődő döntőn derül ki, hogy ki az a három lovas, aki vajdaságot képviseli a budapesti nemzeti vágtán.